Renfield a Dracula történetekben az a nyomorult szerencsétlen, aki gazdája után vonyít a Dili házban. Gondolom léteznek ettől eltérő ábrázolásmódok is, de Stoker eredeti könyvében és Coppola adaptációjában ezt az ábrázolást láthatjuk. Általában ő egy sodródó fél a feldolgozott történetekben, akire pont annyi időt szánnak, hogy érzékeltessék a vámpír gróf elmeuralmának roppant erejét. Ám ezúttal Renfield szempontjából élhetjük meg az eseményeket, ami egy érdekes fordulat, de nem ez volt a koncepció legütősebb alkotó eleme, hanem hogy a vérszívó lényt nem más kelti életre, mint Nicolas Cage. A történet annyi, hogy Renfield már időtlen idők óta szolgálja Dracula igényeit, eltakarítja utána a rumlit, vagy éppen élelmet biztosít számára, ráadásul igen kényes az ízlése, nem eszik meg akármit. Az elég látványos aláfölé rendeltségi állapotot kibeszélendő Renfield jelentkezik egy terápiás csoportba, ahol éppen az ilyen és ehhez hasonló toxikus kapcsolatok kibeszélése zajlik. Kérdés, hogy a Renfield képes-e tenni valamit magáért, különösen, hogy már egy rendőrjárőr is lohol a nyomában. A Renfield koncepciója azért is érdekes, mert már számtalan formában igyekeztek a vámpírokat átemelni a modern korba, de a fősodratú alkotások rendszerint mellé mentek, a jobban sikerült fű alatti darabok pedig zömmel arra építettek, hogy alapvetően átírták a vámpír mítoszt. Ami miatt mégis lehetett reménykedni abban, hogy itt mégis valami különleges projekt van készülőben, az vitán felül Nick Cage bevonása. Cage az egyik legextravagánsabb színész Hollywoodban. Egészen egyszerűen élmény nézni, amit kihoz egy szerepből, ahogyan képes beleélni magát és hozzáadni a karakterhez a Cage-séget. Hogy más ne mondjak, ha ő nincs, akkor például a Willis Wonderland konkrétan egy nézhetetlen hulladék lett volna. És ez nem azért van, mert jó színész lenne. Van egy olyan érzésem, hogy egy ideje Cage olyan szerepeket vállal el, amikben jól érzi magát és amikben szívesen ökörködik. Máskor meg előáll egy piggel, ami az utóbbi évek egyik legerősebb története. És a tény, hogy most Draculaként jelenhet meg a vásznon, egy olyan ütőkártya, ami egyértelműen meg fogja mutatni Cage mozi értékét, és remélem, hogy így lesz, mert méltatlanul mellőzött színész lett Hollywoodban, bár róla azt is el tudom képzelni, hogy tudatosan szarik a nagy felhajtású produkciókra. Főszerepben pedig az a Nicholas Holt látható, aki az utóbbi 4 évben hatalmasat ment Hollywoodban, de érzésem szerint a valódi áttörés mostanáig nem érte utol. Valamiért nagyvásznon még nem kapta meg azt a lehetőséget, amit például a Nagy Katalin sorozatban harmadik Péter cárként. Aki kíváncsi, mire élik a srácban, az valahol arra felé kapirgáljon. A jó hír, hogy Holt és Cage párosa remek. Nem tudnám megmondani, hogy Chris McKay ehhez mennyit tett hozzá, de valószínűleg köze van a végeredménynek ahhoz, hogy egyik színész számára sem idegen teljesen a karakter. Cage-nek tulajdonképpen egy cezaromán, narcisztikus őrültet kell megformálnia, jutalomszerep neki, Holt pedig játszott már hasonlóan hullaszerű, a léte fogságában vergődő, de onnan kitörni akaró figurát az eleven testekben. Szóval mindenkinek volt hova nyúlni, de puffer tartalékoktól függetlenül is ez a két színész képzi a Renfield csúcspontját. Ha valaki ránéz a film plakátjára, teljesen egyértelmű, eltéveszthetetlen, hogy kiknek szól a Renfield. Akik szeretnék látni együtt ezt a két színészt. Én maximálisan Nick Cage rajongónak tartom magam, de a Renfield nem volt egy jó film. Pont azért, mert amiért beültem, azt nem kaptam meg tőle. Olyan a film, mintha halvány fogalma sem lenne arról, hogy milyen színészek vannak a kezében. Kicsit hasonló érzés kerített hatalmába, mint a Gigantikus tehetség esetében, ahol úgy írtak egy Nick Cage filmet, hogy közben beteges kényszert éreztek, hogy elmondjanak egy senkit nem érdeklő, halálfelesleges történetet, ami aztán meg is folytotta az egészet. A Renfield valami hasonlóval küzd. Elég látványos, hogy az íróknak volt egy jó alapötlete, de alig-alig tudnak rá érdemi tartalmat felhúzni. Úgy értem, feltétlenül muszáj volt ebbe a párterápiás Renfield Dracula koncepcióba berángatni egy vaskos maffia szálat? Jó, azt megadom neki, hogy az alvilág fejének itt megtették avaszaralát az Expanse-ből, aki így 70 fölött is dögösebb, mint sok feltörekvő sztárocska, de ettől eltekintve annyira passzolnak ide, mint óvodába a párt propaganda. Kis túlzással mondhatnám, hogy a Renfield igazából attól szórakoztató, amit a színészek képesek kihozni a karakterekből és a helyzetekből, nem attól, amit az írók és a rendező hozzátettek. Elég feltűnő éppen ezért, hogy hiába csupán másfél órás a film, ami mostanában kifejezetten rövidnek mondható, a vége felé érezhetően leereszt. Kifulladnak a poénok, háttérbe szorulnak a karakterek az akciójelenetekhez képest, és ha már itt tartunk, ezt a természetfeletti vonalat is annyira megtekerik Renfieldnél, hogy már a szuperhős filmek előszobájában érezhetjük magunkat, ami hatalmas aránytévesztés ahhoz képest, ahonnan indultunk. Ezzel együtt a Renfield nem egy rossz film, mert amikor működik, akkor tényleg jó, különösen az elején, nagyjából a közepéig, onnantól sem romlik el kifejezetten semmi, csak elfogy a lendület. Sokkal többet építhettek volna easter eggekre, például
Nicolas Cage valós életbeli hedonizmusából, vagy Holt korábbi filmjeiből. A vicc az, hogy tényleg ezek a merítések csak építették volna a Renfield szerethetőségét, és ehhez még különösebb írói talentum sem kellett volna, csak képben kellett volna lenni a színészeiddel, ami Hollywoodban talán nem egy megugorhatatlan akadály. Amit el tudok képzelni, hogy az íróknak fogalmuk nem volt, kire fogják osztani a szerepet, bár hozzáteszem, hogy szerencsétlenebb felállás esetén a Renfield még ennyire sem működne. Ha viszont tudták, és úgy sikerült ennyit kihozni a témából, akkor nincs több kérdésem. Minden esetre ezzel együtt ez csak egy ember véleménye, én nagyon köszönöm a figyelmeteket, ha tetszett a videó, lájkoljátok, ha véleményetek van, írjátok le, ha támogatnátok minket YouTube-on és Donablin, egyaránt megtehetitek utóbbihoz, link a leírásban, hamarosan jönnek újabb videók, és köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!